Tisztelt államtitkár úr, jogos a kormány részéről nemzeti identitásunk védelmének szándéka. Ennek azonban része kéne legyen a magyar sport védelme is. Csapatsportjaink döntő többségében korlátozás nélkül alkalmazható a külföldi, sőt EU-n kívül jövő sportolók. Így fordulhatott elő, hogy a Fidesz alelnöke által irányított Fradi kezdő csapatában most az első hazai BL meccsén magyar mezőnyjátékos egy sem volt. Eközben, minapi hír, Románia bevezette a hazai kvótát a csapatsportokban. Magyarországon viszont például az idei Szeged-Veszprém kézilabda döntőn a pályára lépő 27 játékos közül mindössze 7 volt csak magyar játékos, vagy a tavaly ősszel megrendezett Fradi-Újpest futballmeccs kezdőiben a 22-ből pusztán 3. Ráadásul nem is olyan jók a külföldiek, bár kevés esélyt kapnak a magyarok. A labdarúgó gólkirályt az elmúlt években mégis a csak hazai játékosokkal felálló Paks csapata kapta. E jelenlegi teljesen liberális szabályozatlansággal Magyarország azt is üzeni sajnos, hogy noha 120-130 évig kiemelkedő szinten működtetük a magyar sportot külföldiek mértéktelen alkalmazása nélkül, a 2020-as évekhez érve erre már nem vagyunk képesek. Hát ez természetesen nem igaz, viszont a nemzeti önbecsülésünket a földre küldi, és elsorvasztják ezzel a magyar utánpótlás nevelést is, ahogy arra a Mi Hazánk Mozgalom sportkabinetének elnöke Nagy Attila is felhívta már többször a figyelmet. Úgy gondoljuk, hogy jogunk van olyan törvény megalkotására, amely garantálja a magyar sportolók szereplését a magyar adófizetői pénzből is megrendezett bajnokságokban, a befizetett adókból épített sport létesítményekben. A jelenlegi nem ilyen. Ne fordulhasson elő, hogy a klubokhoz bejövő TAO pénzek ilyen jelentős mértékben kivándorolhassanak külföldi sportolók zsebébe. Nincs arról szó, hogy külföldi ne szerepelhessen, de a pályán tartózkodó magyar állampolgárok számarányát sportáktól függően 50-70%-ban határoznánk meg. A magát nemzetinek és sportbarátnak beállító nevező kormány tehát hogyan szolgáltathatja ki ennyire a külföldieknek a nemzeti büszkeségünk forrásának számító csapatsportjainkat? Várom válaszát. Köszönöm, tisztelt országgyűlés. A kérdése Varga Tamás államtitkár úr, válaszol önnél az államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, a tisztelt képviselő úr. A magyar sportolók kiemelkedően eredményesek nemzetközi összehasonlításban, és az elmúlt 12 évben azon dolgoztunk, hogy a lehető legnagyobb támogatást tudjuk megadni a nemzet sportolóinak, hiszen nagyszerű közösségi élmény a közös szurkolás egy sporteseményen, és követendő példát is tudunk adni gyermekeinknek. A külföldi vagy nem külföldi sportoló az egy kicsit nehezebb kérdés, azt gondolom az ön által felvetettnél, hiszen hogyha visszagondolunk, és azt hiszem, hogy fehérvárként én különösen büszke vagyok arra a meccsre, amin a magyar válogatottban játszó Négo a szoboszlai győztes gól előtt kiegyenlített az Izland elleni meccsen a pótselejtezőn. Az a Négo, aki nem Magyarországon, hanem Párizsban született, de magyar színekben játszik. És hogyha a kvótákról beszélünk, akkor szeretném megemlíteni, hogy az Európai Unió szerződései garantálják a tagállamok közötti szabad munkaerő áramlást, amiben az élsport is beletartozik, és vannak igen pozitív példák is, például az elmúlt 4 évben kézilabdában az NB1-ben az összes lehetséges pályán töltött játékidő 75%-ában magyar játékosok léptek pályára. És általánosságban azt is elmondhatjuk, hogy a látványos csapatsport támogatási rendszer keretein belül igényelhető források nem kerülhetnek külföldi sportolók zsebébe, ugyanis a hatályos jogszabályok szerint a hivatásos sportoló részére sporttevékenységével összefüggő munkaviszonyára nem ítélhető oda ez a támogatás. Szurkoljunk együtt közösen a magyar sportnak, a magyar sport fejlődik, hajrá magyar.